Orosz katonák lelőttek egy georgiai férfit, egy másikat pedig letartóztattak az oroszok által támogatott szakadár Dél-Oszétia és Georgia határrégiójában, Kirbali település közelében. Irakli Garibashvili georgiai miniszterelnök szerint a férfit az orosz katonák illegálisan le akarták tartóztatni. A bátyám a szüleink sírjához ment gyertyát gyújtani, meséli az áldozat testvére. Azután a templomba ment imádkozni, és a visszaúton lelőtték. Az incidens rámutat, hogy a régióban továbbra is feszült a helyzet a 2008-as orosz-georgiai háború óta. Oroszország akkor fegyverrel támogatta a két georgiai régió Dél-Oszétia és Abházia önállósodását, ahol azóta is jelentős katonai jelenlétet tart fenn. A két szakadárállamot a nemzetközi közösség Georgia részének tekinti. Az Európai Unió elítélte, hogy az orosz csapatok a térségben egyre gyakrabban alkalmaznak halálos erőt. Oroszország az incidenst nem kommentálta.